Ha a listás eredményeket nézzük, 50% fölött a Fidesz, 20% alatt az MSZP, úgy, hogy kevesebb, mint 3%-kal előzi meg a Jobbikot. Szörnyűséges az este? Nem kellemes. Nem mondom, hogy kellemes. Azzal együtt, hogy ezt az eredményt a közönkutatók már prognosztizálták, beáraszták. De ettől függetlenül más az, amikor az embert ijeszgetik ilyen történettel, és más az, amikor ott van előtte a rideg valóság. Azt gondolom, hogy az elmúlt 4-8 év politikáját, illetve az elmúlt 20 év politikáját értékelnünk kell. Ez az értékelés azonban a második forduló utánra marad. A kormányzás sorsa eldőlt, a miniszterelnök jelöltünk gratulált Orbán Viktor úrnak, és azt kérte tőle, hogy az a kettészakított ország, amelyet ez az elmúlt időszak maga mögött hagyott, ez ne forduljon elő még egyszer. Mi partnerek leszünk abba, hogy változás legyen ezen a téren, mint a parlament legerősebb ellenzéki pártja, ezt nyugodtan mondhatom azért, nyitott ajtókkal várjuk Orbán urat, és kinyújtott kézzel megyünk, hogyha jó ügyről van szó. Ugyanakkor hátra van a második forduló, és ez nagyon érdekes, hiszen itt tudnánk megakadályozni azt, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség kéthamaros többséget szerezzen a parlamentbe. Nem jó az a demokráciának, hogyha egy párt ekkora hatalommal rendelkezik, hiszen egy maga eldönthet mindent. Élet és halálúra lehet ebbe az országba. Szerintünk az 50% fölötti eredmény, amire feljogosít egy pártot arra, hogy a kormányzása során sok mindent megtegyen, a reformokat, bármi mást, de azért alkotmánymódosítás azt gondoljuk azért sok. Úgyhogy azt fogjuk kérni a választóinktól, a választóktól, mindenkitől, hogy gondolja ezt át, és ha úgy gondolja, hogy igazunk van, magyarán igaza van annak a tételnek, hogy nem jó egy abszolút hatalom egy demokráciába, akkor szavazon arra a pártra, amelyik a legerősebb ellenzéki párt lehet, és párt lesz a következő parlamentben, a Magyar Szocialista Pártra. Mit hozhat a második forduló az MSZP-nek? Két olyan körzet van összesen, ahol behozhatják a mandátumot, de ehhez kellenek tartalékok, mert hogy szoros lesz a második forduló. Vannak tartalékok? Éppen ezt a kérdést akartam egy picit megkerülni azzal, hogy itt már nem MSZP-Fidesz, hanem abszolút hatalom, vagy egy demokratikus ellenzék által kontrollált hatalomról beszélünk. Ez már nem pártpolitikai játék. Egy kicsit attól több, és ezt szeretnénk majd a következő időszakban, a következő két hétben elmondani barátainknak, a demokratáknak és az embereknek. Mesterházy Attila ismét meginvitálta Orbán Viktort egy programvitára. Mi értelme van ennek? Döntöttek a választók, kiket akarnak kormányzati pozícióban látni. Hozhat ez bármit? Van értelme? Ön fordított esetben Orbán Viktorként leülne vitázni Mesterházy Attilával? Én már leültem volna Mesterházy Attilával vitázni. Nem láttam igazán nagy veszélyt annak, hogy van egy ilyen vita. Csak gondoljon bele, mi az értelme? Gondoljon bele abba, hogy a választások második fordulója megvan, és a Fidesz kénytelen majd ugyanazokat az intézkedéseket meghozni, vagy kénytelen azokat az intézkedéseket beterjeszteni az országgyűlés elé, amit a Magyar Szocialista Párt megtett, de éppen akkor a Fidesz elutálta. A Fidesz mindig azt mondta, hogy az emberektől nincs felhatalmazása a Magyar Szocialista Pártnak, hogy ezeket a lépéseket megtegye. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a Fidesz mivel nem hirdetett programot, így nem programra szavaztak az emberek. Magyarán, amikor azt mondja, hogy ezeket az intézkedéseket meg kell tenni, akkor mi mutatjuk azt, hogy hát erre nincs felhatalmazása a Fidesznek.